Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy gondol rád? Hogy lát téged? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ha ő most rád gondol, milyen emlékei vannak, hogy tudnám leírni az ő jelenlegi helyzetét, hogy gondol rád? Erre utal ez a kártya ott bal oldalon középen. Itt látható a kettes szám, és az rád, és ő rá utal, tehát erre a párkapcsolatra. Itt vannak emlékek, de ő úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni, amire ez a fa utal. De van benne egy kis szomorúság is, hiszen itt látható ez a szomorú fűzfa, tehát vannak szomorú emlékek is, vagy valami elszomorítja őt jelenleg. És most megtekintjük a következő kártyákat, ami azt jelenti, hogy ha rád gondol, akkor hogy érzi magát? Milyen érzelmeket váltasz ki nála? Ez a kártya kombináció ott lent bal oldalon megadja rá a választ. Ez a lelkész utal az ő hitére. Ő hisz benned, ő hisz a szerelemben, és abban is, hogy megvan itt az isteni segítség. A második képen láthatunk egy férfit, aki út közben talált valamit. Itt szerencséje van, ez egy kellemes meglepetés, és itt van egy jó fogás. És a harmadik kártyán Fortuna, Istennő szintén erre utal, erre a szerencsére. És ha rád gondol, akkor ő boldog, mert szerencséje van veled. Ha én most őt megkérdezném, hogy gondol rád, akkor mit mondana nekem, ezt mutatják a következő kártyák. Ez a kép ott középen azt jelenti, hogy érzi ő ezt a kapcsolatot, hogy mi köt hozzád. Itt van egy ilyen mesebeli figura ezen a képen, és amit ez jelképez, ez a szerelem. Tehát szeretettel, szerelemmel közeledik hozzád, és ő úgy érzi, megvan ez a kötelék mély érzelmekkel, ti összetartoztok. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a kártyán bejfusz növény látható, ami magyarra lefordítva fekete ürömöt jelent. Ez lehet egy ilyen energiai hatás, ami segít. Amit ez a kártya még jelent, itt lesznek változások, és ez utal az ő terveire. És most megtekintjük a következő kártyákat. Ezek a kártyák ott fent jobb oldalon azt mutatják, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. A könyv az jelenthet tanulást, de utal titkokra is. Mindazt, amit eltitkolt a múltban, azt most ki fogja mondani, hiszen ott vannak a madarak, és azok utalnak kommunikációra. Ez erőt ad mindkettőtök számára, ezt jelzi ez a nagy medve. Amit még ez a könyv jelenthet, az ő zárkózottságát, de ez elmúlik, hiszen beszélni fog veled. Mit jelenthet még ez a kombináció? Ez lehet egy idegen nyelvnek a tanulása, vagy egy közös érdeklődés. De jelent még valamit. A medve az lehet egy személy, aki hatalommal rendelkezik. Tudja, hogy mit akar. Van befolyása. Az lehet egy főnök, vagy az apukája, vagy egy bíró, vagy egy ügyvéd. Tehát ilyen dolgokról is lehet szó. A könyv az utal a titkokra. Előfordulhat, hogy eddig nem beszélt erről, de most nyitott lesz, és elmondja ezeket a dolgokat,
hiszen a madarak utalnak erre a beszélgetésre. És most megnézzük a következő kártyákat, ami utal arra, mi várható nálad a következő 3 hónapban. A jobb oldalon látható kártyák utalnak a következő 3 hónapra. Az első kártyán láthatunk egy férfit, aki befele tekint, ez utalhat meditációra, vagy arra, hogy ő most visszahúzódó. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és utalhat a te helyzetedre. Kicsit fogva érzed magad, vannak félelmek, de befele tekintesz. És ez jelzi azt, mi történik most ebben a hónapban, tehát júniusban. A második kártyán ott középen látható egy hölgy, aki elbúcsúzik a kelyhektől. A kelyhek utalnak érzelmekre, és amit maga után hagy, ez a könnyek mezeje, és ez fog történni július hónapban. Ahova tekintesz, az a hold. És a hold szimbolizálja a mély érzelmeket, a vágyokat, a reményeket és az álmaidat. Tehát ebbe az irányba fogtok tekinteni. És mi történik augusztus hónapban? Ezt jelzi ez a hintó. A kezedbe veszed a dolgokat, vagy vonatkozik mindkettőtökre. Lesz egy irány. A fehér paripa előre indul, előre mennek az események, akadályok nélkül. A fekete ló viszont visszatekint, ez utal a múltra, és így fékezi az eseményeket. Tehát előre kell nézni, a jövőre. Azon kívül az is fontos, hogy kezedbe vedd a dolgokat, és irányítsd az eseményeket. Ez a lovas hintó utalhat egy utazásra is, változásokra, esetleg egy költözködésre. A következő kártya ott fent, középen azt jelzi, mi köt össze benneteket. Ezen a képen látható a tej és a méz. A német nyelvű területen van ilyen mondás, Fließt Milch und Honig. Folyik vagy áramlik a tej és a méz. És ez azt jelenti, itt jólét van, vagy jóra fordulnak a dolgok. Ami összeköt benneteket, ez a jólét, aminek szimbolikus jelentése is van, tehát utal az értékekre, te értékes vagy számára, ő értékes számodra, a tej és a méz kapcsolata, és így előre folynak az események, ebben kellene bíznod. És a következő kártyák ott alul jobb oldalon utalnak a titkokra. Valami, amit még nem vettél észre, vagy egy meglepetés, amire nem számítasz. Itt lesz egy találkozás, és te szeretnéd, ha ő bocsánatot kérne valamiért. És ez megtörténik, hiszen a második kártya ott középen, ez a madár uttal kommunikációra, és ez kellemes. Tehát lesz egy jó hír, és tényleg bekövetkezik ez, mert ő bocsánatot fog kérni. És a harmadik kártyán látható egy szív üzenet, ő nyitott lesz erre, beszél majd érzelmekről, beszél a párkapcsolatról, beszél erről a szerelemről. Amit viszont még én szeretnék közölni, ez a jóslás megrendelhető 3500 forintért. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!